cselekedjünk mindnyáján egyetértésben és szeretetben. Ez a legfontosabb üzenete gróf Esterházy János életfilozófiájának a mai kor embere számára. Foglalta össze dr. Molnár Imre Esterházy kutató, történész, a politikus születésének 120. évfordulója alkalmából szervezett emlékkonferencián. Gróf Esterházy János pályafutása során leginkább a trianoni békediktátum következtében az országhatáron túl rekedt magyar kisebbség jogaiért harcolt. Esterházy Jánosról fontos megemlékezni azért, amit tett, azért a hűségért és azért az áldozatért, amelyet vállalt a magyarságáért, a magyar nemzetéért, a hitéért, Krisztushoz való tartozásáért, és fontos emlékeznünk róla azért, hogy ő képviseli nem csak a fölvidéki magyarságot, hanem személyében azt a 20. századi tragédiát, ami rázódult a határon túl élő magyar nemzet tömegre. Az Esterházy János életéről és mártír haláláról, valamint a szlovákiai magyar kisebbség történelméről szóló előadásokat a trianoni békeszerződés aláírásának 101. évfordulóján tartották meg a Klebersberg emlékházban. Törekvésünk, hogy jövőnket a múlt meghatározó eseményeiből tanulva és építkezve alakítsuk. Mert a történelem bőségesen megajándékozott bennünket olyan példaképekkel és életutakkal, mint amilyen tiszteletre méltó Esterházy Jánosé, akinek helytállásából bátran meríthetünk erőt nemzetépítő, nemzetegyesítő, ugyanakkor Európát a keresztény értékek mentén megújítani szándékozó közös szolgálatunkhoz. A Klebersberg Emlékház azért csatlakozott rendezvényével az Esterházy emlékévhez, hogy ezzel is támogassa a gróf 2019-ben elindított boldoggá avatási eljárását, és mindenkivel megismertessék Esterházy János munkásságát, a magyar kisebbségért végzett tevékenységét, mondta el dr. Kálmán Ernő, a Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány kuratóriumi elnöke, a programházigazdája. Gor Csaba, önkormányzati képviselő, az intézményért felelős polgári művelődésért közhasznú alapítvány munkatársaként hozzátette, a felújított Klebersberg Kuno Kultúrközpont célja, hogy akár az egész nemzet számára kiemelkedő kulturális programoknak adjon otthont. A magyar kormány hozta létre a polgári művelődésért és közoktatásért alapítványt, közalapítványt, amely alapítvány tulajdonosi joggyakorlója lett ennek a kastélyépületnek, felújított kastélyépületnek, és az innen nem messze lévő vári kúriának is. Ez az alapítványi átalakulás fogja tudni biztosítani reményeink szerint azt, hogy ez egy hosszú távon az értékeket megőrző és stabilan gazdálkodó egységé váljon. Az Esterházy emlékév kapcsán hamarosan egy közép-európai konferenciát szerveznek, Alsódobokon pedig egy zarándokközpontot alakítanak ki. Lelki erőt ad. Úgy, mint minden zarándok központ, ez is azt a célt szolgálja, hogy az emberek vigaszt és reményt kapjanak. Ugye van egy nemzeti zarándok helyünk a magyarságnak, ez Mátra Verebély Szentkút, a székely és az erdélyi magyarságnak szintén megvan az ő Mária kegyhelye, Csíksomlyó, és hát nekünk pedig Alsóbodok lesz, és nagyon remélem, hogy teljes mértékben meg is töltjük ezt a célt. A zarándok központ fejlesztésének terveit egy kiállítás mutatja be a Klebersberg emlékháznál.